63 tanintézmény 201 versenyzője részvételével rendezték meg Vásárosnaményban a serdülő korosztályú Csiágányi Diákolimpia országos döntőjét. A 12-13-14 éves fiatalok a lányoknál 8, a fiúknál pedig 10 súlycsoportban mérték összetudásukat. A szervező Szeletkeres Sportegyesület 2 éve indított el a sportágat a városban. Az elmúlt évben egy nemzetközi verseny megrendezésével bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk összerakni egy ilyen programot, és a szövetség 2016-os naptárába erre a versenyre minket választottak ki. Nagyon nagy feladat volt. Hát elsősorban még nem rendelkezünk olyan saját eszközökkel, hogy ezt tegyük, de több más klub segített bennünket abba, hogy megrendezhessük ezt a versenyt. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint fontos, hogy egy a régióban viszonylag kevesek által űző sportág legjobbjai léptek küzdőtére Vásárosnaményban. Nagyon örülünk annak, hogy a Szelet-Kelet Egyesület ilyen szervező munkával ezt meg tudta valósítani, és nagyon örülünk annak, hogy a sportpaletta is szélesedik ezáltal, hiszen amint láthatjuk itt is, több mint 200 gyerek van megmozgatva, tehát van létjogosultsága a sportnak, és bármilyen sportról beszélünk, örülünk nekik, hogyha itt van a megyében, mert azt hiszem, hogy ezzel csak gazdagodik a megye sport élete. Tilki Attila országgyűlési képviselő a sport jelenformáló erejének fontosságát emelte ki. Megtanulnak egyrészt küzdeni saját magukért, a csapatukért, természetesen aki sikeresebb a térségéért, az országért. Én úgy gondolom, ez egy nagyon fontos lelki erőt adhat annak a fiatalnak is, aki majd esetleg 20 év múlva már nem fog sportolni, de mindenféleképp, mint minden sport, a gyereknek, a fiatalnak egyfajta tartást tud adni, és ezért is különösen fontos ez a rendezvény. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 4 versenyző képviselte a döntőben, közülük a 40 kg-os súlycsoportban Vaska Fanni, 57 kg-ban pedig Insticzei Réka szerzett bronzérmet. Már kiskoromban is nagyon erőszakos voltam, és elsőnek balettre iratkoztam, mert ahhoz volt meg az alkatom, de utána inkább apukám elvitt a judo edzésre, és ebben jöttem ki magamat, hogy ezt szeretném csinálni. A döntőben összesen 72 érem talált gazdára.